Amint azt már megszokhattuk, vezetett sétás bemutatókat is szerveznek városszerte a Magyar Napok idején. Az egyik ilyen városnéző séta a mátyáskori és reneszánsz építészet látnivalóit mutatja be Pakó Klára művészettörténész kíséretében. Hát erről érdeklődünk a továbbiakban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Köszönjük, hogy eljött, éppen most ért véget az egyik séta. Negyed órája ért véget, igen. Úgyhogy köszönjük, hogy ide sietett és még megérkezett hozzánk. No, milyen útvonalon vezeti végig az érdeklődőket? A séta az az egykori Domonkos kolostor előtt kezdődik, a jelenlegi ferences templom és kolostor a Karolina téren. Bementünk a kolostorba is, megnéztük a refektóriumot, illetve a templomot kívülről, tovább aztán a Mátyás szülőháza felé tartottunk, onnan a Bocskai házba, még mindjárt szemben van ott van vele. Igen, a szomszédságban. Onnan a főtérre, ahol a plébánia házat mutatta meg az érdeklődőknek, onnan pedig a Wolfhard Kakas ház felé mentünk, illetve a séta utolsó állomása az az egykori ferences templom és kolostor, a mai Farkas utcai református templom. Hát ugye nem olyan túlzottan nagy a távolság, amit meg kell tenni, mondjuk ebben a nagy melegben lehet, hogy igen, egy picit megterhelő, viszont bizonyára nagyon sok mesélnivaló van minden helyszínen. Igyekeztem a korábbi években tartott középkori sétámat egy kicsit az idei mátyásos logóhoz, vagy a mátyásos tematikához igazítani. Úgyhogy ahol lehet, ott a Mátyásra vonatkozó, vagy a Mátyás kultuszhoz köthető elemekre is kitérek. Illetve, hogy a cím is megjelöli, itt nem csak Mátyás kori építészetről van szó, hanem reneszánsz építészetről is, és ez a kettő ez nem fedi egymást, ezt próbáltam kiemelni már a séta legelején, hogy Erdélyben, és úgy általában Magyarország legnagyobb, a középkori magyar királyság legnagyobb részén, ez a kettő ez nem fette egymást, tehát Mátyás korában még javában késő gótikáról beszélhetünk, és a reneszánsz az majd csak a 16. század hát közepetájától mondjuk akkor terjed el a mi vidékeinkre is. Esetleg meséljen még egy olyan helyszínről vagy épületről, amelyről kevésbé tudunk, vagy amit nem feltétlenül kötünk Mátyáshoz vagy a reneszánszkorhoz. A tapasztalata alapján mi az, ami újdonságként hat évente a látogatóknak? Hát benéztünk a Bocskai házba is, amit szerintem a kolozsváriak nagy része, főleg a román közönség az egyáltalán nem ismer. Igaz, hogy maga az épületben már nem igen vannak középkor és reneszánsz emlékek, viszont érdekes részlete ennek a kapuajban látható feliratos táblának az, amelyik kiemeli, hogy ezt a házat, amelyben Bocska István fejedelmünk született, ez a Mátyás születése által megszentelt környék teszi még jelentősebbé. Tehát íme egy jó példája annak, hogy a 17. század elején mennyire eleven volt a kolozsváriak körében ez a Mátyás kultusz. Említette az előbb, hogy főleg a román lakosság az, aki kevésbé ismeri ezeket a részleteket, és akkor itt hangsúlyoznánk, hogy kétnyelvű tárlatvezetés, tehát van olyan nap, amikor román nyelvű városnéző séta van, és máskor pedig magyar közönségnek vezeti a sétákat. Ma éppen egy román csoportot Ma kísért. Ma egy román csoport volt, és holnap a magyar érdeklődőket várom. Viszont ma is voltak magyarok is. Tehát, hogy a vegyes csoportok is alakulnak? Eljut. És hogy mekkora a csoportok verődnek össze ilyenkor? Hát meg kell nézni az elején és a végén. Változik? Ma ilyen 20-an indultunk, és szerintem 15-en érkeztünk. Tehát mert hogy hosszú azért, hát 2,5 óra szinte. Ideje és türelme engedi. Általában a
Farkas utcai templom előtt leszakad az, aki már... Aki már, vagy akinek más dolga is van. Gondolom. Egyébként érdeklődőek az emberek? Tesznek föl kérdéseket is? Mindig vannak kérdések, igen. Szerencsére vannak. Mifelől érdeklődnek? Nem mindig témába vágó, de ez egyáltalán nem gond. Tehát ha tudok, akkor igyekszem akkor arra is válaszolni. Egy kis részletet, ha meglátnak az épületeken, megkérdezik, vagy... Mátyásról lévén szó, akkor az eredete, az mindig kérdés témája, hogy most magyar, román, olá, hogyan kell őt beskatujázni. És lévén, hogy évente vezet ilyen sétákat, próbál újítani, vagy változtatni rajtuk, vagy hogyan alakult ez az elmúlt időszakban? Mindig van valami új. Eleinte csak középkori építészetről beszéltem, tavaly óta reneszánsz emlékeket is bevettem a sétába, és most pedig a Mátyás kultuszra is próbáltam egy kicsit reflektálni, úgyhogy mindig van valami új. Mindig van, amit hozzátenni. És mindig vannak visszatérő sétálók, aminek nagyon örvendek, és nagyon meglep, hogy harmadszor is meghallgatják. Hát nagyon érdekes lehet. Mondjuk el akkor még egyszer, hogy holnap magyar csoporttal, illetve holnap magyar nyelvű... csoporttal 2 órától, tehát a Mátyás kori és reneszánsz építészet Kolozsváron, indulás a Karolina térről. A továbbiakban a héten lesz még egy Pákei Lajos építészetét bemutató sétánk, tehát ugyancsak az egyetem és az Enc Giza Alapítvány szervezésében, illetve lesz egy román és magyar nyelvű séta a barokk építészetről, és végül egy szocmodern építészetet bemutató sétánk a hétvégén. Ezeknek a pontos időpontjait majd a programból hát ez a nézik, programból lehet megnézni, mert képtelenség így észben tartani. Pakó Klára, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és sikeres hetet kívánok köszönöm önöknek is. Köszönöm a meghívást, viszont kívánok.